Diákszálló és turisztikai szállóként, valamint járási hivatalként működtetné Sátraaljaújhely önkormányzata. A nem is olyan régen még a Kossuth Lajos gimnázium kollégiumának otthont adó épületet. Ezen hasznosítási módokra azért kerülhet sor, mert Borsod-Abaúj-Zemplén megye önkormányzatától visszakapta a város önkormányzata az épületet. Szeretnénk itt a turisztikai attrakciókra hajazva diákszállóként, ifjúsági szálláshelyként üzemeltetni. Ennek a struktúrának a kidolgozása most éppen folyamatban van. Én bízom benne, hogy hamarosan megtudjuk, hogy milyen feltételekkel tudjuk üzemeltetni. Két út lehetséges, az egyik szerint az önkormányzat saját maga adná ki és próbálna ide diákcsoportokat szervezni. Ebbe az irányba próbálunk elmozdulni, hogyha netán ez nem sikerülne, valamilyen egyéb akadályai adódnak, akkor gondolkozunk rajta, hogy meghirdetjük üzemeltetésre a városban, a térségben élőknek, és aki úgy gondolja, hogy szeretne egy ilyenbe belevágni, akkor azt nyugodtan meg tudja majd tenni. Az épület nagysága és belső kialakítása lehetőséget ad arra, hogy kettős célra is hasznosítható legyen. Több szintje van az épületnek, éppen ezért megtalálnak azt az optimális módot, ahogy a legkényelmesebben elférhet egymás mellett mondjuk egy szálláshely és egy ilyen kormányhivatal, illetve járási hivatalnak a székhelye. Azt gondolom, hogy mi, ha ifjúsági szálláshelyben is gondolkodunk, közel sem használnánk az épület teljes kapacitását. Szerintem egy olyan 70-80 férőhelyjel indulnánk meg, és emellett jócskán volna még két szint, ahol a kormányhivatal, illetve a járási hivatal megtalálhatná a székhelyét.